140 kis muzsikus érkezett most Gyönkre, a legfiatalabbak akkor születtek, amikor a szentegyházi filharmonikusok megalakultak. Az iskola nem művészeti jellegű, így a gyerekek szabad idejüket áldozzák a muzsikálásért. Gyönk harmadik alkalommal házigazdája a kórusnak, a meghívó a helyi német egyesület volt. Szerintem nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kis településre is most már harmadszor ide tudtuk hívni őket. Példás együttműködés a gyönki németek és az erdélyi kórus kapcsolata jól mintázza azt a koncepciót, melyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság képvisel a magyar-magyar kapcsolatokban, mondta Kádár Zoltán, aki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét is tolmácsolta. Ez a gyönki rendezvény azért speciális, mert a Német Nemzetiségi Egyesület volt az, amelyik ide meghívta a szentegyházi gyermekfilharmóniát, tehát láthatjuk, hogy ők is szívükön viselik a határainkon túli magyarság sorsát. Ez az, ami a magyar kormányzat és a nemzetpolitikánk részére, nemzetpolitikánk szempontjából rendkívül fontos. A gyönki evangélikus templomot zsúfolásig megtöltő közönség ezúttal egyházi és világi műveket hallgathatott meg, a fennállása óta közel 1000 fellépés számláló szentegyházi gyerekek tolmácsolásában.